és a Sebastian Patrick Sextettel léptünk fel a Mupa Jazz Showcase-en. Itt van velem Stummer Márton, a gitárosunk, akivel már én 5 éve muzsikálok. Zenénket játszok saját kompozíciókkal. Amikor 2019 elején, februárban én lettem az egyik díjazottja az Év Fiatal Jazz Zenésze Mentor programnak, amivel különböző fellépéseket nyertünk, díjakat, és ezek a fellépések kapura jöttek, hogy végre elindíthassam a saját zenekaromat, a saját zenei elképzelésemmel. Érkeztem, hát egyébként Patrik is, csak tulajdonképpen nálam egy picit ilyen fekete bárányság. Ugyanakkor ő is előszeretettel alkalmaz klasszikus zenés struktúrákat vagy formákat. Említeném itt a Ola Kálmán Juniort, aki szintén nagyon-nagyon mély melódiákat és dallamos jazzt ír, vagy a Zsolti, aki tényleg nagyon-nagyon komplex és nagyon bonyolult zenei frázisokat hoz. Például olyan számokat is játszunk, ahol abszolút fúzionáljuk a klasszikus zenét a jazzszel. Perpetuum zenekar. Most játszottunk a Jazz Showcase-en. Now realize you're the older.
Telek Attila dobol, Sáros Járon basszusgitározik, és Tokás Dániel gitározik. És én pedig Girincsi Fruzsina vagyok. Keverjük a stílusokat, tehát mi inkább nem stílusirányzatra megyünk, hanem érzetek megfogalmazására. Tehát dalaink szólnak álmatlanságról, szerelemről, barátságról, elmúlásról, és a saját élethelyzetünkből hozzuk az alapanyagot, amit közösen összerakunk a próbák alatt. Hárman a Zeneakadémián találkoztunk, Attila is Bartokon is volt, és onnan az ismerettség. Milyen zenekarban játszhatok még ezen kívül? A Chameleon Jazzben, akivel én együttműködök, illetve a Moon Factor és az Easy Babies. Én játszom még hasonló fajta zenét, mint a Perpetummal játszunk, talán ez egy kicsit popposabb, játszom népzenét, meg játszom még elektronikusabb zenét is. Nekem a Perpetum a fő projektem, de ezen kívül van egy duó formációm, melynek Frundi a neve, és van egy gyerekzenekar, amiben énekelek, ez pedig a Cutorborsók. Zenészként is, meg népzenét is játszom, egyébként ugyanabban a zenekarban, Török Tilla zenekarában játszom. Igen. Még a Csimangó zenekar tudom mondani. Jövő héten megyünk stúdióba, ahol felveszünk reményeink szerint 2-3 dalt, és az egyik dalhoz majd live session videó is fog majd párosulni. Ezen kívül... Egy nagy lemez. Aztán majd hamarosan jövünk a koncert, újabb koncertdátumokkal is. Szalóki Balázs vagyok, a Szalóki Gruppal érkeztünk a tehetségmutatón. We'll be right back.
igazából a 20-as, 30-as, 40-es évek zenéjével indítottuk el ezt a projektet, sokkal tradicionálisabb hangvételben, és ez a műpályban ez a showkész volt az első olyan alkalom, hogy a modern zenével léptünk színpadra. Ez különösen nekem egy igen új terület, nagyon izgalmas és nagyon élvezem. Illetve a saját kompozíciókat is most játszottunk először úgy, hogy az egész koncert anyagát ez adta. Neved ismerős valamit. Igen, édesapám Szalóki Béla, fantasztikus jazz muzsikus, és hát tulajdonképpen az ő vonalán érkeztem el én is a jazz zenéhez, hiszen én klasszikus zenét tanultam mindig, egyetemen is, konziban is, de hát azért, hogyha van egy ilyen fantasztikus zenész a családban, akkor nem lehet elkerülni a zenével a kontaktot, a jazz zenével. És New Yorkban is klasszikus zenével? Klasszikus, igen. A döntésem, hogy oda mentem, már ez befolyásolta, hogy én szerettem volna a jazz zenével is közelebbi kapcsolatba kerülni, viszont én ezt úgy szerettem volna megcsinálni, hogy mellette az iskolában a klasszikus zenével folytatom. És én úgy gondoltam, hogy New York az a város, ahol ezt a legjobban megtehetem. Szeretnénk sok időt tölteni azzal, hogy ezt a saját kompozíciókba álló műsort véglegesítsük. Hát nem véglegesítsük, hanem hogy álljon össze egy olyan program, amiben mindenki úgy érzi magát, hogy azt adhatja bele a produkcióba, amit igazán szeretne. És amikor ezzel kész vagyunk, akkor szeretnénk ezzel a műsorral tovább haladni és ezt elvinni minél több helyre. Illetve én szeretnék azért a régebbi zenei játszásánál is megmaradni, tehát két különböző műsorral szeretnénk felkészülni.